egyszer fent, egyszer lent. Az élet szélsőséges pillanatait élik meg a képmutogató szereplői. Miközben önmagukkal kénytelenek szembesülni, minket is szembenézésre készítetnek. Kaliberű zenészt, vagy hogyha szabad ilyen jelzővel élnem, akkor popstárt. Mi visz rá arra, hogy egy teljesen más műfajban, mint egy versfelolvasó est kipróbálja magát? Hát ez sokrétű és nagyon jó kérdés. Először is azért, mert az ember ezzel a címkével nem azonosítja magát. Aztán mert nem felejti el azokat az élményeket, amelyek a kreatív műfajok felé lökték. Én a Fazekas gimnáziumban végeztem a középiskolai tanulmányokat, és ott szuper magyar tanáraim voltak, és ők fölhívták viszonylag hamar a figyelmemet a versekre. Én voltam az ügyeletes versmondó, aki ünnepélyeken mondja a verset. Egyszer egy Arany János baladamondó versenyen is indultam. Az első vers, amivel az Arany baladamondó versenyre készülve találkoztam, az a képmutogató volt. Ezt jó érzékkel a magyar tanárom adta a kezembe, hogy ezt mond, mert ez egy mondjuk viszonylag kevésbé ismert balada, például a historizáló baladákhoz képest. Elolvastam, azt hittem, hogy értem, elkezdtem mondani, és akkor a tanárok szerepe ezért fontos, a tanár elkezdte föltárni előttem bizonyos motivumoknak a jelentését, amit nem értettem ebben a versben. Vagy azt hittem csak, hogy értem, hogy átsiklottam fölött. Tehát 15 évesen az ember mindent ért, mindent tud, semmi önkontrollja nincs még. És valahogy azt éreztem, hogy a titkos tudás birtokába jutok. Tehát olyan dolgokat ismerek meg a vers által, amely titkokat csak az tud meg, aki ezzel tényleg foglalkozik. Hát valahol a kreatív műfajok erre valók, hogy akárha műveljük őket, akárha elszenvedői vagy befogadói vagyunk, hogy az ember önmagára reflektál, a világra reflektál, a vele egy időben élőkre reflektál, és valamit megtud egy régi vers által önmagáról. Szerintem ez egy nagy élmény. Nem volt rizikós egy olyan színpadon fellépni, ahol sokkal közelebb van a közönség, nincsen meg az a háttér, nincsen annyi ember a színpadon, mint mondjuk előadni egy sportcsarnokba. Hát bizonyos értelemben sokkal kiszolgáltatottabb az ember, igen. De ez úgy van ám, hogy a nagy színpadon meg a műszaknak, meg a technikának van kiszolgáltatva az ember, meg a társaknak. Itt meg annak, hogy tök egyedül van, és nincs ki végszavazzon az embernek. De azért félreértés ne essék, én nem panaszkodom, nekem ez nagyon tetszik. Első képem azt mutatja, gróf kisasszonyt feddi atya. Mér fejére súlyos átkot, hogyha az író deákot még tovább is szíveli, kihez a sáros cipőjét sem méltó megtörleni. Igen, hogy társak nélkül próbálni játszani a színpadon. És hát igen, abban is van kockázat, hogy én, hát engem elsősorban énekesként ismernek az emberek, hogy mit akar ez? Mit keresi? Mit akar ezzel? És hát akkor kettős a feladat, hogy egyrészt meg kell jeleníteni ezeket az alakokat, a közönség elé kell élni ezeket a figurákat, ezeket a történeteket, ezeket a feszültségeket, és bizony meg kell birkózni azzal is, hogy az ember hírneveit nem emeli, hanem gátolja a befogadást. Arra is kíváncsi voltam, hogy mi az, ami egy énekes sztárt arra késztet, hogy hosszú verseket megtanuljon, és a Nemzeti Színház színpadán egy több mint egy órás esten előadjon. A leghelyesebb, ha az ember azt vállalja, amire szerződött önmagával, hogy úgy mondja el a verseket, ahogy ő érti őket. És hogy jól értsem, ebben nagy segítségemre volt és vezetett az úton Szigeti Gábor. Vele kapcsolatban előfordult az, hogy ültünk a könyvtár szobájába, és én, mintha felvételiznék a színművészeti egyetemre, ott álltam előtte, és mondtam, hogy Arany János, Vörös Rébék, és elmondtam. És akkor ő nagy szívnyugalomban végighallgatott, ködös tekintettel felnézett a papírosból, és azt mondta, hogy Ákos, ez úgy rossz, ahogy van. És akkor én megmondom, hogy ez nagyon fájt, és nagyon rosszul esett, és aztán szépen átemlékedtük, hogy lehetne másképp, vagy ő mit ért másképp, vitatkoztunk, partnernek fogadott el, tehát amellett, hogy tapasztalt színészek nem vagyok mondható, hát amellett azért
nekem van elképzelésem ezekről a versekről, tehát én azért, amit elévittem, azt mind átelmélkedtem előtte. A deákkal hajduk bánnak, szőke fürtít a leánynak apja tekeré kezére, mintha nem von édes vére, s dobja a legény után. Hír nincs róluk, hang sincs róluk a kastélyban ezután. A képmutogató szívemhez azért áll közel, mert 15 éves koromban ez volt az első balad, amit elmondtam, és amiből egy csomó mindent megértettem. Eleve egy olyan pozícióból indít, Arany sokszor csinálja ezt, hogy maszkot vesz fel. Tehát, hogy én nem mondok semmit. Ez a képmutogató, aki a vásárba jár ezekkel a festett leporellókkal, és akkor egy ilyen horror történetet a bámész sokaságnak előad, és utána gondolom kalapoz egy kicsinség, hogy legyen a betevő falatra is. Tehát ez a televízió elődje, tulajdonképpen a képmutogató. Még egy kép jön. Az utolsó. Márvány kőből nagy koporsó. Benn egész sort rejt a kripta. Címerét most megfordítva vésték rá a kőlapon. Ez a sírbolt nem lesz nyitva. Csak az ítélet napon. Nagyon beszédes a címe, a képmutogató. Nagyon sokan mondják, hogy képekben beszél, mintha filmes nyelvezettel rendelkezne. Mi erről a véleménye? Hát ez az én veszőparipám, hogy itt van ez a drága Arany János, aki a film megjelenése, széleskörű elterjedése előtt 100 évvel már filmes látásmódot alkalmaz a baladáiban, és más verseiben is, tehát a nagy totára közelképet vág például. Ugye, amikor bemegyünk a bálterembe, hogy kisdedasztal egyik lába íróeszközt rejt magába, a körül sereglenek, azzal írnak másvilági, láthatatlan szellemek. Szép ajak mond. Gróf úr, nem mer szóba állni a szellemmel. Hát én úgy, valahogy úgy érzékelem, hogy egy ilyen, ugye filmes szóval élve fárolunk be ebbe a terembe, ahol a spiritista szeansz kezdődik, és ott mindjárt egy szép ajak mond, ami olyan, de egy közelkép lenne egy nő arcáról, vagy ajkáról, aki megszól, és ugye gúnyosan provokálja a grófot, hogy maga nem mer ebbe részt venni. Hát erre, és erre mit mond a gróf? Hát gróf mosolygva asztalhoz nyúl, csak érinti asztal, indul, szalad ujja közt az ón, és a papírra ez van írva ismert kézzel, én Meró. És az elhalt lányának a neve íródik ki az asztalon. És akkor hátrafordul, és hát ott van. De csak ő látja. Ugye senki más nem látja a halott csecsemőt a karjában tartó. Benne is van a versben, hogy megbolondul, de hogy ugye írja is, hogy csinálja rendesen, és kiadja a parancsokat csak egyszerűen. Igen, szól, tesz, rendel most is mindent értelemmel, de ha asztalával írat, hogy sebére leljen írat, és a lánya megjelen, kéri térdenálva engesztel, hogy mit tegyen. Ez a szellem ez nem könnyörű rajtam, azt mondja, hogy nem mondom, hogy megbocsátok, mert nem tőlem függ ez átok. Hát ezt javasoljuk mindenkinek, hogy esetleg olvasson bele ebbe a versenőre, annyira sokrétű, csodálatos.